Csekkoljátok le az MC Shopon az Ondás termékeket. Link a leírásban. Sziasztok, én Zonda vagyok, és itt is lennék a Brick Rigs második részével, és ebben a videóban pedig meg fogunk építeni egy autót, ami hát nem lesz például egy olyan kidolgozott autó, mint itt a főmenüben, de egy ilyen teljesen alapautó, meg fogunk ismerkedni azzal, hogy mit kell csinálni, mik az alap dolgok, amik kellenek egy működőképes kocsihoz, mert ugye az előző videóban ez sajnos nem sikerült. Láthatjátok ti is, hogy hiába próbálgattam, annyira szokatlan és új volt még minden, hogy egyszerűen nem tudtam kivitelezni, de most megpróbáljuk újra. Q egyébként adott is nekem segítséget, úgyhogy én most már működőképes autót fogunk tudni csinálni. Menjünk is be mondjuk a Citybe. Oké, akkor menjünk is be a műhelybe, és kezdjünk el építkezni. Na most nálam itt van egyébként egy instrukció. Egyelőre még nem azt terveztem, hogy hasracsapásból megépítek egy autót, mert akkor valószínűleg még csúnyabb lenne az autó, mint amit eleve tervezek. Egész pontosan egy Lego City kisautós készlet, könnyen lehet, hogy valamelyikőtöknek egyébként ez megvan. Ja, egyébként ebben elég sok úgymond illegális Lego építési módszert lehet alkalmazni, például egybe lehet tenni elemeket, vagy ferdél lehet ráilleszteni egy másikra. Ami eléggé furcsán hangzik, de hogyha belegondolunk, ennek a játéknak nem Lego a neve, hanem Brick Rigs, úgyhogy teljesen mások a szabályok. Először lehelyezünk egy ilyet, egy axist. Lehet, hogy mégsem lesz ez annyira egyszerű, mint gondoltam, még jó, hogy egy ilyen kis autóval kezdünk, és nem egy komplex, nem tudom mivel, tűzolt autóval mondjuk. Most kell nekünk egy ilyen. Ctrl-C, Ctrl-V, ó, működik, remek. Na, ezt szerettem volna megkapni, és ahogy látom, még a forgás irányok is jók, igen. Rendben, megvolnánk az első lépése, hát ezt való életben Lego kockákból megépíteni körülbelül 5 másodperc. Én meg ehelyett el voltam ezzel 5 percig, úgyhogy lehet, hogy mégsem lesz ez annyira gyors. Most kell nekünk pontosan egy ilyen elem, ebből 2, page up. Oda akarom rakni, igen. És akkor ez Ctrl-C, Ctrl-V. Oké, kezdem megszokni, és várjunk, csak ezt közben még amúgy színezni is kéne. Ezt is, mondjuk így, és akkor paint, legyen fekete színű. Ügyeljetek, én akkor előre lerakom a széket, mert úgy tűnik, hogy ez nekünk most kulcsfontosságú, nekünk egy ilyen szít kell, és ezt ide rakom. És most, ha minden igaz, akkor engedni fogja, hogy én lerakjak egy olyan blokkot, mint amit az előbb próbáltam. Melyik volt az? Ez volt. Nem, nem ez volt az, hanem ez. Elforgatjuk. Ide helyezzük, nagyon jó. G, page down. Tökéletes, ezt akartam csinálni, csak ezt mondjuk még ki is kéne festeni feketére. Na, akkor most térhetünk vissza arra a blokkra, amit az előbb néztem, amit itt találtam meg, ha jól tudom. Igen. Egy ilyen kell. Átfestjük fehérre. Ctrl-C, Ctrl-V. Kanyart azt be kéne amúgy állítani, itt nem lehet. Steering angle, te be lehet állítani. Legyen mondjuk 20. Remek, most már kanyarodni is tudunk. Egyébként, mint láthatjátok, nem ez lesz a világ legnagyobb autója. Ilyen is van. Nagyon-nagyon jó. Page up. És ezt ide rakjuk? Igen, ide rakjuk, csak ezt még tükrözni is kéne. Ctrl-C, Ctrl-V. Elforgatjuk, és oda helyezzük. És most, hogy még egyszerűbb legyen, ezt így kijelöljük, ezt az egészet. Ctrl-C, Ctrl-V. És most ezt az egészet tudjuk így másolni. Duplikálás. Ezt a Trailmakers-ben is nagyon imádtam. Csak hogy nekünk ez itt fekete. Kiselőjük. Meg amúgy a szék is lehetne más színű. Milyen színű legyen a szék? Ilyen sötét szürke amúgy jó lesz neki. Viszont akkor motorot, vagy motort, kinek hogy tetszik, azt már rakhatunk is bele. Kisebb motor? Melyik a legkisebb motor? Ez a legkisebb motor. Mert egyébként Q nekem azt tanácsolta, hogy elektromos motort használják, mert hogy az a legjobb, de egy ilyen kicsi kocsihoz szerintem teljesen jó lesz nekünk egy ilyen is. Érdekes, hogy az orrunk előtt lesz a motorblokk, még a motorházat az nem fog semmit sem takarni. És ezt szépen ide rakjuk. Meg még kell nekünk egy... Ezt gyanítom, hogy itt fogom megtalálni. Igen, ez. Mennyi minden van ebben? Hogy ez Q is mondta, hogy ez először nagyon furcsa lesz mindenki számára ez az építkezés, mert teljesen eltér a többi játék építési stílusához képest. És most kéne nekünk még egy, amit pedig ide felülre fogunk elhelyezni. Oldalra kéne valami, hogy ezeket befedjük. Na most bevetetnék simán csak egy ilyen elemmel is akár, de mi lenne, hogyha mi kihasználnak azt, hogy ott marad nekünk egy hézag, és raknánk oda mondjuk indexlámpákat.
szépen beilleszkedett oda a helyére. És akkor be lehet állítani, milyen alkalommal világítson. Flash sequence. Ó, hogy még ilyet is lehet állítani. Nagyon jó. Rendben van, ezzel megoldottuk az index lámpákat. Kell erre még egy ugyanilyen elem, csak simában, tehát igazából mégsem ugyanilyen elem. Egy hűtőrács. Pontosan oda. Remek. Ez pont olyan, mint ami a Legóban szokott lenni. Ez az elem. Ez jó is lesz szerintem. És akkor ez Ctrl-C, Ctrl-V. Kijelöljük. Mindegyik fehéren fog világítani. Egyébként lehet hide-olni dolgokat, hogyha valami zavar, amiket például rákatintok erre, rányomok egy H betűt és eltűnik, vagy R1, hide. De ezeket mind vissza lehet hozni. Tessék. Sőt, akár lehet alkatrész típusként is kijelölni a hide-okat, szóval tök praktikus szerintem. Na, jön egy újabb izgalmas rész, ajtók kellenek nekünk. Jó, hogy ezek itt egymásnak a tükörképei, ezért kell mindegyikből kettő. Értem. Várjunk, most minden plastikból kezdtünk el építeni. Igazából tök mindegy, mert Lego, legyen plastikból, de akár lehetne, megmutatom, fémből is, csak az nagyon-nagyon súlyos. Foam, az micsoda? Hungarocell. Sőt, lehetne carbon fiberből is. Na most ez dekorációnak nagyon jó lenne egyébként. Ez a legkisebb. Ennél kisebb egyszerűen nincsen, ahogy látom. Van egy ötletem amúgy, hogy mi legyen. Hogy ez kivitelezhető, azt még meglátom, mert akkor ezt nekünk meg... Aha, oké. Akkor legyen az, hogy ilyet rakunk. Simán elintézhetnénk egy ilyennel is. A szélvédővel van a baj, hogy nem ilyen kéne, de más nincsen. Ennél csak nagyobbakat találni. Így. Ezt akartam. Így végül is meg tudtuk oldani. Egyébként lehetne azt, hogy ezt az elemet innen leszedjük, és ide rakunk két elemet. Az egyik elem az egy sima fekete lap, a másik pedig egy lámpa. És ez pedig piros színű lesz. Oké, nekünk egyértelműen ez fog kelleni. Ez a kis icike-picike kerekecske, ami legyen mondjuk fehér, mert azzal jobban néz ki. Kis tipikus városi kis autónak tűnik egyébként. Nézzük meg, hogy mennyire működik, csak először Save Current Vehicle. Ja, egyébként igen, Q-val építettem közben egy tesztautót, ami ott van, úgyhogy most már nem ez lesz az első autó, amit most építettem, hanem a második. És most pattanjunk be és nézzük meg, hogy hogyan működik. Leszakadt az eleje? Ezzel mondjuk tudunk orvosolni, úgyhogy Scrap Vehicle-re megyünk. Ebben az esetben eltörni nekünk a vehicle-t. Még jó, hogy elmentettük. Konkrétan az egész lökhárítója leszakadt. Ezt úgy tudjuk orvosolni, hogy fogunk egy ilyen blokkot. Gyakorlatilag glitch weldelni fogjuk. És most nem szakad le az eleje, remek. Oké, bal egér gombbal indexelünk balra, és jobb egér gombbal nem csinálunk semmit, mert ja, ugye azzal így kell nézni, ezért nem engedte. Viszont középső bal egér gombbal pedig tudunk jobbra indexelni. Akkor most így próbáljuk ki. El, tudunk előre menni, féklámpa is van, tudok indexelni is. Hát mennyire király már, nem? És nem is annyira lassú, pedig ugye a legkisebb motor van benne. Akár Dudát is rakhatnánk amúgy bele. Rakjunk bele Dudát? Rakjunk bele Dudát, várjatok, akkor viszont visszakocsikázok a műhelyhez. Akár át is lehetne festeni az autót, szín alapján kiválasztjuk, hogy mit akarunk átfesteni, és lehet mondjuk akár kék autó is. Már a Dudának lehet állítani, hogy milyen legyen a hangja? Mert ha igen, akkor ebbe olyan Dudát kéne rakni, ami vonat Duda. Ilyen kis picike autó, és akkor olyan hangos, hogy mindenki megijed tőle. Truck. Legyen truck. Az jó lesz. P betű. Ó, most minden fehér alkatrészt kijelölt. És akkor fessük át. Tűzpiros sem rossz. A neonzöld sem rossz. Igazából minden színben jó. Vagy terepmintás. Mik vannak még itt? Fire. Legyen tűzpiros. Azon kis cuki. Viszont a kerekei azok maradhatnak fehérek, úgy talán még jobban is néznek ki. Aha. Ez az, ez kellett nekem. Vonat Duda. Vagy egyébként van egy ilyen trükk a játékban, ha megnyomom az F-et, és akár átrakhatom ide is az autót, vagy ide, sőt akár reptetetem, hogy Harry Potter autó legyen, de inkább visszarakom ide. Na, én teljesen meg vagyok elégedve, ahhoz képest, hogy ez a második autóm szerintem ennél cukibb nem is lehetne. Meg egyébként egészen csini, nem mondhatjuk azt, hogy ez egy csúnya autó.
Egy index lámpái is vannak. Viszont ez el is érkeztünk ennek a videónak a végéhez, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Amennyiben nektek is tetszik ez a picike piros autó, akkor nyomtok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor majd találkozunk a következő videómban. Addig is, sziasztok!